Sziasztok, én Zondorök, és itt is lennék egy újabb Scrapponic része, amiben pedig a fő témánk a vonatok lesznek. Hát az előző videóm alatt már láttam olyan kommenteket, hogy Zonda, láttam ezt a sínt a videódban. Akkor ezek szerint a következő videóban vonatok lesznek? És bizony, ebben a videóban vonatokról lesz szó. Amihez először is meg kellett építenem ezt a rohadt hosszú sínt, ami egészen a másik platformig elmegy, nem tudom, hogy mennyire látszódik, de ott van a távolban még egy ilyen kis platformszerű dolog, és egészen odáig el kellett építenem ezt a sínrendszert, úgyhogy volt vele munka bőven, illetve oda is egy platformot, és ide egy ilyen kis, hát peront, mondjuk inkább úgy, hogy peront. Ez itt az a vonal, amit tudjátok, minden peronnál szokott lenni, hogy emögött kell állni, amikor jön a vonat, nehogy valami baj legyen. Na de akkor szerintem nézzük is a vonatokat, amiket építettem. Az első, amit be fogok nektek mutatni, időrendben haladok építés szerint, az első, amit be fogok nektek mutatni, az egy tervonat lesz, ami viszont nem egy magyar tervonat, hanem inkább egy ilyen amerikai tervonat, ez a BNSF tervonat. Láthatjátok, hogy színben elég hasonlít rá, kinézetben nem tudom mennyire, ezt döntse el mindenki. Sikerült fordítva felraknom. Hát ez remek. Helyezzük is rá szépen óvatosan a sínre, mert bizony, hogyha elkapkodjuk a dolgokat, akkor képes kipattanni a sínből, és akkor helyezhetjük le újra. Na de akkor itt is láthatjátok, hogy a vonatnak a szintje az pontosan egy színben van a peronnal, direkt így alakítottam ki. Egy csomó kereke van a vonatnak, és próbáltam itt a laprugókat is, vagy nem tudom, hogy mik ezek, nem tudom milyennek a szakszava, de ezeket is próbáltam szépen részletesen kidolgozni. Összesen 12 kereke van ennek a vonatnak, úgyhogy eléggé combos szerintem, és amúgy eléggé erős is, de azt majd meglátjátok. Szóval itt is van, ez itt a belső kabin, itt lehet irányítani a vonatot, és szerkezetben ezt is mutatom nektek. Itt van a 4 darab motor, itt vannak összekötve a lámpák a székkel, meg a motor is, illetve van benne titkon, de hogy jussak fel, mondjuk így. Tettem bele stabilizátorokat, tehát ezek a piros dolgok itt stabilizátorok, arra jók egyébként, hogy ne zökkenjen ki könnyen a sírrendszerből, tehát így horizontálisan sokkal lassabban fog mozogni, és ezáltal nem fog kizökkenni, tehát elkerüljük egyébként meg. Megpróbáltam nélkül is, és anélkül sem fog kizökkenni a simből, de így legalább a valószínűséget csökkentem, és így legalább véletlenül se fog kisiklani. Na, de akkor szerintem indítsuk is el a vonatot. Az első gomb az az ajtó, ez egy ilyen piszonajtó, vannak lámpája, van első lámpája, és van hátsó lámpája, ezek külön-külön bekapcsolhatóak. Most mi előrefele megyünk, úgyhogy ezek a lámpák kellenek, és van nekünk dudánk is. És nyilván ugye előre gombbal, nem hátra gombbal hátra megy, előre gombbal pedig előre megy. Na de szerintem először miért még útnak indulnánk is elmennék a másik bázishoz, kiszállok és hozzácsatolok ehhez egy vagont. Ugyanis azt is építettem külön. Leteszünk egy vagont, a vagon itt van. Ez már egy MÁV stílusú vagon, ez a nem a régi MÁV stílusú vagon, hanem az, ami most fel van újítva. Nem tudom, hányan találkoztatok ezzel a fajta vagonnal, én már igen, ez a modernebbik változata a MÁV vagonoknak. És egyébként tudom, hogy nagyon komplex, hogy egy MÁV vagon csatolunk hozzá egy amerikai dízelhez, de nem baj, szerintem így is jól mutat. És ezt úgy kell összecsatolni, hogy ugye láthatjátok, hogy itt van az ütközője ennek a vonatnak, ennek pedig itt. Erre ráteszünk egy blokkot, elővesszük a hegesztőt, így. És így teljesen egyben vannak, és hogyha azt akarjuk, hogy elválasszuk őket, akkor pedig kiütjük azt a vasblokkot, és igazából ennyi. Ha itt bemegyünk, akkor itt találkozunk ajtókkal, ezeket be lehet csukni egyébként. Itt vannak a székek, és itt is vannak ajtók. Egy jó tágas kis folyosó van itt nekünk, és itt le lehet ülni egyébként, és bámulni kifelé az ablakon. Na de még a mozdonyt fogjuk vezetni, úgyhogy ide nem kell beülnünk, hanem ide. Induljunk is el. Hát hagyjátok, tök simán megy. Nem zötyög, mert egyébként a játékban szokott zötyögni, pedig teljesen sima a sín, és én ezt nem is értem egyébként. Na most egy kicsit fölpattant, ez nem baj. És mindjárt meg is érkezünk oda. Így. Ott egyébként van egy fal, hogyha egy kicsit túlmennék, akkor ez úgyis megállít minket, és nem tudunk tovább menni. Itt ki is szállhatunk igazából. Szegény emberek itt azért kipottyannának, hogyha itt próbálnak kiszállni. Úgyhogy én ezt a helyet ajánlom inkább, vagy ezzel előrébb állunk. Szerintem menjünk vissza az eredeti bázishoz, úgyhogy nekünk most ez a lámpa kell, és
Hát igen, nyitott ajtóval nem kell indulni. Meg is érkeztünk, úgyhogy itt az ide, hogy ezt elválasszuk innen. Így né. És ezt rá is helyezhetjük egy liftre. Ebben amúgy nincsen motor, ebben tényleg csak az ajtók azok, amik így funkcionálnak is valamit, a kerkek azok teljesen szabadok. Igazából ezt is kitörölhetjük. Ugyanis építettem egy második típusú vonatot is, ami nem más, mint egy ilyen Super Express, egy ilyen... ez már egy ilyen modernebb típusú személyvonat, de meg is mutatom nektek. Itt is van. Ez egy, láthatjátok, hogy ez már jóval modernebb, úgy is néz ki, mint ami sokkal gyorsabb lenne, és szerintem sokkal korszerűbben is néz ki. Helyezzük is rá a sínre. Biztos kiszúrtátok már, hogy itt van egy érzékelő, a másik oldalon is van egy érzékelő, ugyanis ez azt a cél szolgálja. Hú, ezt úgy lenne jó megmutatni, hogyha most elmennék a másik oldalra, mert így ebből a szemszögből pont nem fog látszódni. Először bemutatom, hogy milyen az utazótér, vagy az utastér. Először is van itt két darab szék, egyébként ez egy egészen romantikus hely, le lehet ülni ketten, és hogy lehet közelíteni? Így. És egy ilyen hátsó ablakon ki lehet tekinteni közben, de mindegy is. Ezt a témát inkább hagyjuk. És itt vannak a rendesen elhelyezett székek is, különböző részekre osztva. Ezek a falak akarják így elhatárolni ezeket a székeket. Egy szobákra, és itt van egy ajtó, amit ebből a térből nem lehet kinyitni, hanem a másik oldalról, ahonnan lehet vezetni a vonatot is. És itt van a lámpa, ami jelez, miatt még becsukódna az ajtó. Innen lehet kinyitni ezt az ajtót. És akkor szerintem indítsuk is be a vonatot. Itt az első és hátsó lámpát nem lehet külön bekapcsolni, itt most nem akartam ezzel vacakolni, be lehet kapcsolni mind a két oldalon is, így ennyi. És hogyha be akarjuk zárni az ajtókat, akkor bekapcsoljuk itt a lámpákat. Így erről az oldalról látszódik talán. Vagy várjunk csak. Így fog látszódni. Hogy ott világítanak a lámpák. És egy ilyen kis hangjelzés is van egyébként. És becsukni az ajtókat, mindkét részen becsukódik az ajtó, egy ilyen piszton ajtó. És el lehet indulni. Ez jóval gyorsabb, mint az előző egyébként. Nem véletlenül, ez egy sokkal modernebb technológiájú vonat. Bár itt játékban nyilván nem, mert ugyanaz a motor, de így értitek. Könnyebb az egész, és nem kell húzni a maga után egy ilyen vagont, hanem egyben van az egész. És meg is érkeztünk, láthatjátok. És most rátérhetünk arra a rendszer, amit be akartam nektek mutatni. Ott van egy érzékelő elől. És hogyha esetleg az történne, hogy túl későn kezdünk el fékezni, és azt hinnék, hogy ki fogunk repülni, nem fogunk kirepülni, ugyanis hogyha most tegyük föl, hogy nagy sebességgel előre megyünk, ott kijön egy piszton, és visszalöki a vonatot a helyére. Láthatjátok? Ráközelítek. Na, ott van az érzékelő, most jól látni, hogy bekapcsolt az érzékelő, és ezért kinyomta a pisztont maga elé, és a vonatot szépen visszatolja a helyére, mi is rásegítettünk amúgy. Egészen idáig visszalökte. Szóval ha túl későn fékezünk, akkor ez helyreállít minket. Nem a leggyorsabban, de legalább visszaállít minket. Na mindegy, szerintem menjünk is vissza a másik állomásra, úgyhogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Így az utastérből lehet látni, hogy milyen ott vonatban ülni. És ott láthatok engem is. Na de mindegy, ezt is elpakolom. Ennek a videónak még nincsen vége, ugyanis terveztem építeni egy kis vasutat. Tudjátok, amik az erdőben mennek és így ki lehet tekinteni róla, na annak a mozdonyát akarom megépíteni. Mondjuk nem pont itt a két sín között, hanem valahol egy odébb. Így, építsük meg mondjuk itt, ez egy ilyen kis picike zöld vonat lesz, úgy határoztam el, viszont eléggé aranyos lesz. Építsük meg így az alapját. 6 blokk szélesnek kell lennie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, így né. Lehet ennél hosszabb is. Hát, hogy ez egy kicsit zömök lesz, de nem baj. Így,
nem lesz hosszabb ennél egyébként, mert most az most nem félne bele a videóm, hogy mondjuk olyat építsek, mint például ez volt, vagy mint például ez itt, mert ezek több órás munkák, tehát azt hiszem ez volt a leghosszabb, hogy hol van? Ez tartott a legtöbb ideig megépíteni, hát láthatjátok is, hogy ez a legnagyobb. Elég sokat építettem, úgyhogy nem szeretnék 3 vagy 4 órás videót csinálni, úgyhogy most egy kis vasutat építek csak. De szerintem elég ennyi ahhoz, hogy ti is el tudjátok sajátítani az ilyen vasútépítésnek az alapjait. Ezt most jól megmondtam, na mindegy. Ez még kis aranyos lesz amúgy, tök cuki. Itt lesz belőle a motor, ez ugye nyilvánvaló. Azért kokúban után nézek a képeknek, mert kell nézem közben a képeket is, hogy néz ki egy ilyen vonat. Aha, szóval ezek a kerekek nem látszódnak ki, hanem le vannak fedve. Így azért valamennyire. Így né. Ezek után, ha nem vesznek fel a MÁV-hoz, az szégyen lenne. És ez nem fekete legyen, hanem legyen mondjuk, mint a képen is. Nem tudom, most megnézem, melyik kisvasút az, amit építek. Börzsönyi kisvasút. Hát akkor most Börzsönyi kisvasút, megvalósítalak téged Scrappanikban is. Milyen színű legyen? Ilyen élénkebb vörös? Ja nem, itt elő citromsárga. Ez jó hosszú videó lesz, ugye tudjátok? De nem baj, ti ugye szeretitek az ilyen hosszú videókat, én úgy tudom legalábbis. Hát ez most az lesz. Ezek az ütközők lesznek amúgy. Csak akkor mondjak is közben valamit. Az is piros színű. Hát akkor legyen az is piros színű. Bár szinte feketén jobban mutatna, de most akkor piros színű lesz, hogyha a képen is az. És nekünk ilyen blokkok kellenek ilyenek. Jó, ez pirosra is szerintem. Na, eddig szerintem egészen mutatós, és tényleg úgy néz ki, mint egy kis vasút. Most jön a felső test. Ez mennyire legyen magas ez a része? Ennél szinte még lehet magasabb. Bocs, hogy nem beszélek túl sokat, de hát gondolkozok közben. Ugye ez fontos gondolkodást igényel egy ilyen építkezős videó, ugyanis most tervezem meg éppen, hogy hogy nézzen ki egy Google kép alapján. Ez egy kicsit magas lesz. Csökkentsük egy kicsit. És milyen zöld kell nekünk? Ilyen zöld. Ja, valami ilyesmi. Nem lehet ez a része is piros itt. Nem érne. Akkor egy, kettő, három. Ilyen széles lesz a kabin, az jó. Szerintem jó lesz. Legyen ilyen széles a kabin.
Na, ez szerintem egészen úgy néz ki, mint egy kis vasút. Vagyis... tökre úgy néz ki, mint egy kis vasút. Na, eddig ott tartok, hogy így néz ki a kis vasút. Láthatjátok, hogy eléggé... hát eléggé hitelesnek tűnik, tényleg úgy néz ki, mint egy eredeti kis vasút. A való életben is. És most kezdtem el építeni az ilyen manikelkat, tehát látjátok, hogy itt van például ez a gomb, amit felkapcsolja a lámpákat, és itt vannak ezek a kis kinyíló rudak, ezek lesznek itt az ajtók, gombnyomással működtethetőek lesznek. Ide pedig leraktam két gombot, az egyik a duda lesz, a másik pedig csak dísznek marad, hogy ne legyen itt aszimmetrikus. Így ezzel leteszek egy motort. Aha, és így már működtethetőek is lesznek az ajtók. És a lámpák is. A motort pedig azt most fogjuk bekötni. Nem jó. Ezt kell oda kötni. 2, 3, lehet, hogy ez nem lesz elég, ez az egy motor. Sőt, biztos, hogy nem lesz elég. Hoppá, hoppá, hoppá! Hát hova mész te? Elfelejtettem a motort kikötni. Igen, a szék nélkül a motor az életre fog kelni magától, és elviszi a vonatunkat, úgyhogy erre figyeltek oda. Nekünk nem elég egy motor, nekünk kettő kell. Ezt így ide, ezt így ide. Ide, az egyik legyen mondjuk az egyik oldalon lévő kerekek. Kért felelős, a másik pedig ezen az oldalon lévő kerekekért felelős. Így né. Azt hittem, ennek a vasútnak a felépítése sokkal rövidebb lesz. Ennek ellenére tök hosszú. És miért mondod, hogy belekezdek egy sokkal komolyabb mozdonyba? Akkor már livestreamezni kéne. Ó, nem. Először mondjuk építsük meg azt ott. Aztán ezt. Aztán ezt itt. Így né. Automatikusan kinyílódnak az ajtók mindkét oldalon, remek. Lámpák működnek, ajtók működnek, és még nincsen teljesen készen, ugyanis kell még nekünk a duda. Az mindegy, melyik oldalon van, mondjuk így ezen. Legyen mondjuk egy ilyen középső. A többi az nem hangzik annyira jól, úgyhogy legyen ez. Nem mondjuk legyen egy ilyen. Ez pedig a székbe bele, harmadik gombként. Nézzük meg. Igen, működik. Szerintem rohadtul aranyos lett, nekem nagyon tetszik. Nézzük meg, hogy működik-e a sinen is. Bár miért nem működne, ugyanúgy gurulnia kéne. Na, egy szinten van a peronnal, ideig oké. Hát most háttal fogunk ülni, de igazából tök mindegy, mert szimmetrikus a vonat. Ó. Oh. Hát nem túl praktikus egy ilyen autó, egy ajtót építeni, de hát most mindegy, ez van. Na. Csak ne fog kisiklani. Dehogy nem. Túl kicsike. Akkor viszont az a megoldás, hogy először is ki kell menni valahogy. Az első megoldás, a másik megoldás pedig az, hogy visszaveszünk a sebességéből. Nem tudom miért csinálja ezt, ugyanis teljesen sima a vas. És egyenesen megy előre, tehát nem tudom miért csinálja ezt. Na jó, van még egy ötletem. Ez az utolsó... hogy mondjam, ötletem, amit még beletettek ebbe, hogyha ezek után is ezt fogja csinálni, akkor reménytelen tényleg. Még pedig az, hogy teszek bele két stabilizátort a két orrába. Ami ezeknek föl kell nyitni a két orrát,
így. Ni. Egy stabilizátor pipa. Második stabilizátor is pipa. Beépítettük őket. Most nézzük meg. Na, én most kevésbé zögykölődik. Meg kell hagyni, hogy eléggé lassod, az most nem 100 km per órával. És meg is érkeztünk. Na, sikerült megoldani a problémát. Ez szerintem tök jó. Én ennél gyorsabban nem merek menni, mert akkor már tényleg ki fog sikalani szerintem. És... kisónat, így né. Így jó is lesz szerintem. Hát ez a rész sokkal hosszabb lett, mint gondoltam, most nyilván nektek ez nem lesz annyira hosszú, mint nekem, ugyanis ez a videó vágva lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha szerintetek is aranyos ez a kis vonat, akkor mindenképp nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Sziasztok!